Kotek Tamás 10 éve tagja a Beredi Egyházközség vezetőségének. A tanácsadó testület alelnökének 4 éve választották meg. Véleménye szerint a legfontosabb feladat a katolikus templom felújításának befejezése. Milyen kötődése van önnek a katolikus egyházhoz? Vallásos volt a család? Maga közvetlen családom nem. A családban van Gáspár atya, Csóka Gáspár atya, aki Pannonhalmán dolgozik. Ő volt valamikor, tehát régebben a Bencés gimnázium vezetője is volt, vagy a Bencés gimnáziumnak az igazgatója. Nagyszüleim nagyon vallásosak voltak, közvetlen szüleim, édesanyám, édesapám, ők annyira nem gyakorolták a vallást. Mosó-Magyaróváron az Agrár Tudományi Egyetemen végeztem. 1982-ben kerültem Beledbe. Még akkor olyan rendszer volt, hogy tanulmányösztöndíjat lehetett kötni termelőszövetkezetekkel. Én tanulmányösztöndíjat kötöttem a Beledi TSZ-el, így kerültem ide, mint agrármérnök, és körülbelül 10 éve vagyok az egyházközség vezetőségének tagja. Bak Tamás atya volt, aki megalakította az egyházközséget, így gyakorlatilag azóta képviselőtestületi tag vagyok. Miért csatlakozott a Beledi egyházközséghez? Először az egyházközség munkáját külsősként segítettem, tehát festékbeházlatási vegyiáru voltunk van, és azon keresztül segítettem a plébániát. Később felkérést kaptam arra, hogy ilyen pozíciót betöltsek Bak Tamás atyától, és akkor elvállaltam ezt a tisztet, akkor lettem képviselőtestületi tag. Ugye az mit jelent, hogy egy képviselőtestületet alkottak, akik segítik a mindenkori plébánost? Hát azt jelenti, hogy ez egy olyan közösség, hogy közvetlenül a plébános munkáját segíti. Ez a segítség, ez megnyilvánul abban, hogy a plébános úr döntését előkészítjük, és abban segítünk, de ugyanakkor ez a segítség közvetlen munkában is megnyilvánul, tehát itt a fűnyírástól elkezdve a villamos meghibásodásoknak a javítása, a közösségi háznak a fenntartása, üzemeltetése, annak takarítása. De az ilyen munkákban nem csak a testi tagok vesznek részt, hanem a hívek közül is nagyon sokan segítenek. Tehát itt említeném például a oltárterítőknek a mosását, vasalását, a templomtakarítást asszonyok végzik, szervező munkában, amikor nagyobb alkalmak vannak, tehát ökumenikus összejövetelek vagy nagyobb ünnepek, annak a szervezésében, lebonyolításába segítséget nyújtunk és részt veszünk. Ugye nemrégiben megváltozott, a képviselő testületet átnevezték tanácsadó testületté, és ön már 4 éve vezeti ezt a tanácsadó testületet, mint elnök helyettes, mert a tanácsadó testületnek a vezetője az igazából a plébános úr. Hogyan történt a választás 4 évvel ezelőtt? A választás még Bálint atya, Havasi Bálint atya idején történt. Az előző elnökünk lemondott, és akkor kaptam felkérést Bálint atyától ennek a tisztségnek a betöltésére, és hosszas hezitálás után igent mondtam, és elvállaltam ezt a tisztet. Ugye az elmúlt években sok minden történt, de inkább ugye a közelmúltat nézzük, azért a templomra ráférne ugye a tatarozás. Közös munka lesz, ez plébános úr már korábban nyilatkozta, hogy pályázati úton tudnak ehhez összeget szerint, tehát forrást, de a belediek mit tudnak segíteni a plébánosnak ebben? Ez egy nagyon összetett munka. A templom felújítás úgy indult, hogy tudomást szereztem arról, hogy pályázatot írnak ki a templom felújítására. Akkor szóltam atyának, hogy ilyen lehetőség van, ezt ragadjuk meg. Akkor, amikor én szóltam, már ő is tudott arról, hogy templom felújítás, tehát hogy ilyen pályázatot kírnak. Összehívta a testületet, ismertette Tamás atya a pályázatnak tehát hogy miről szól ez a pályázat, és a tanácsadó testület úgy döntött, hogy ezt meg kell lépni, mert gyakorlatilag nekünk arra pénzünk, hogy ilyen teljes körű felújítást végezzünk a templomba nem volt, csak ez a pályázat nyújtott rá lehetőséget. Igent mondtunk, ajánlottam atyának pályázatíró céget, de végül is nem ez a pályázatíró cég készítette el a pályázatot, akit ajánlottam, hanem más, egy győri cég.
Miután elkészült a pályázat, ez az anyag a testületedé került, ezt megtárgyaltuk. Hát sok minden olyan probléma felmerült, ami miatt püspöki meghallgatást kellett kérnünk, hogy tisztázzunk bizonyos dolgokat. Ezen a meghallgatáson a püspök úr volt ott, a gazdasági vezető és az építészet vezetője. Ott a legmesszebb menőkig támogatásukról biztosítottak bennünket. Ezt a biztosítást, tehát hogy a püspökség támogatja a beledi egyházközséget, az új püspök úr is biztosított efelől bennünket, amikor itt bérmálás volt és itt volt. Miután tehát ezt a pályázati anyagot megkaptuk, a püspökség három céget jelölt ki, aki ennek a pályázatnak a fizikai végrehajtását, tehát gyakorlatilag a megvalósítását végrehajtja. Ezt a testület megtárgyalta, egy céget elfogadtunk, hogy ki az, akit úgy gondolunk, hogy végrehajtja ezt a kivitelezést. Sajnálatos módon ez a cég lemondott. Akkor ismét ajánlottunk atyának olyan nagy cégeket környéken, akiket ismertünk, akik esetleg ebbe be tudnak szállni. Úgy tudom, hogy most is tárgyalás folyik, de tudomásom szerint a villanyszerelési munka, a tatarozás, a szigetelés már sinem van, tehát minden valószínűség szerint ősszel elindulhat a munka. Most jelenleg hányan alkotják a tanácsadó testületet? 10 vagyunk, 10 tagja van a tanácsadó testületnek. Vegyes az összetétele, tehát van benne villanyszerelő, műszerész, van benne olyan, aki a polgármesteri hivatalban adóval foglalkozik, van benne pénzügyi szakember, és ez nagyon jó dolog, mivel ha valamilyen kérdés a testület elé kerül, azt nagyon sok szemszögből meg tudjuk nézni, és mindenki el tudja mondani a véleményét, tehát ebben gyakorlatilag az atyának a döntését megkönnyítjük. Ugye régen képviselőtestület volt, most tanácsadó testület. Annak idején Bálint atya elmondta, hogy a kettő között az a legnagyobb különbség, hogy a képviselőtestület határozata az elméletileg a plébánosra kötelező jellegű volt. A tanácsadó testület döntése az egy ajánlás, de itt gyakorlatilag a döntés felelőssége most a plébánosulé. De mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy amikor testületi gyűlés van, olyan döntést hozzunk, hogy gyakorlatilag egyhangú. És véleménye szerint ez gyakorlatias döntés született, hogy így átalakultak a hatáskörök? Jobban lehet így dolgozni? Hiszen most akkor a plébánosi minden felelősség. Hát elméletileg övé minden felelősség, de mindent megbeszélünk, mindent megtárgyalunk, és nagyobb kérdésekben mindig egyhangú döntés születik. Milyenek látja a beledi egyházközséget? Tehát összetartóak a beledélyek, segítik a papjukat a mindennapokban? Igen, maga az egyházközségi tagok is vannak, tehát azon kívül, hogy testületi gyűlések vannak, és ott megtárgyaljuk a dolgokat, és ajánljuk, ez az egyik oldala. A másik oldala vannak olyan feladatok, amik szinte állandó feladatok. Tehát ilyen a közösségi háznak a karbantartása, a fűnyírás, a gyomírtás, tehát ami úgy egy-egy ember elvállalt, és akkor ő azt végzi. De az ilyen munkákban nem csak a testületi tagok vesznek részt, hanem a hívek is, a templomtakarításba, a oltárterítők rendbetételébe, a Mária szobor körüli gyomírtásba, annak a karbantartásába. Elégedettek a temetővel? Tehát annak a karbantartásával, illetve azzal, hogyan kinéz a beledi temető? Szerintem igen. Kerítésépítés történt, parkosítás történt, maga beled is szépen fejlődik. Tehát a központi tér most készült el, a orvosi rendelő előtti parkoló most készült el, sövényt rendszeresen nyírják. Tehát van mire kerülni az? Igen. Jó dolgozni ebben a beledi egyházközségben. Egy szívfájdalmunk van, hogy sajnos a szentmiséken kevés gyerek van. És ezen szeretnék változtatni, hogy
hogy minél több gyerek önként esetleg a családjával együtt a miséken részt vegyen. A szentmisékre visszatérve a látogatottságot, milyennek látja a beledi polgárok részéről? Ez változó? Nem, változó. Nagyobb ünnepnapokon többen vannak, vasárnapi miséken kevesebben, hétköznapi miséken pedig még kevesebben. Sajnos ez, de szerintem ez nem csak a beledi egyházközségre vonatkozik, hanem szerintem ez egy országos tendencia. Ezen jó lenne változtatni, jó lenne egy kicsit megfordítani. Ennek egyetlen módja van, az, hogy a gyerekeket jobban bekapcsoljuk ebbe az életbe. Ön milyen gyakran tud ellátogatni a szentmisék részén? Ennek van egy munkahelye, tehát dolgoznia kell, vállalkozik, nagyon sok egyéb teendője is van. Vasárnapi miséken mindig ott vagyok, szinte kivétel nélkül, ünnepi miséken mindig ott vagyok, hétköznapi miséken, ha tehetem, akkor elmegyek, de általában azon nem tudok részt venni. És meddig tart az ön megbízatása vezetőként? Ez... Mert ki van írva, hogy 5 éves vagy 10 éves időtartamra, vagy ez meghatározatlan idő? Nem, megmondom őszintén, ezt most nem tudom. És milyen céljai vannak még önnek? Tehát mit szeretne még elérni? Mit szeretnének még változtatni, amit egymás között úgy megbeszéltek már? Nagyon jó lenne, hogyha a templom felújítás jövőre befejeződne. Ez egy nagyon-nagyon nagy előrelépés, és jó lenne. Egyházközség részére és a falu szempontjából is nagyon jó lenne. Mert hát sokan elmondják, hogy így a templom gyakorlatilag majdnem a falu csúfja. Régóta beszélgetünk, kilódunk abban, hogy hogyan lehetne megoldani. Ez a pályázat talán most lehetőséget nyújt arra, hogy a megújult beledi környezethez képest a beledi templom is megszépüljön. Egy icipici megjegyzés, itt mennyire szokták meg önök, hogy már Beled város? Gyakran emlegetik településként, faluként Beledet. Lehet, hogy az elnevezése város. Szerintem a beledi lakosok többsége még mindig falunak érzi. Mit kell azért tenni, hogy igazán városnak érezzék? Gondolom, ezt is vezetők beszélgetik egymás között. Hát fejlődni kell. Fejlődni kell mindenféle szempontból. Ugye Belednek óriási problémája az, hogy kevés a munkahely. Ez egy nagy probléma. Régebben sok munkahely volt, akkor nem volt város. Most nagyon sokan eljárnak dolgozni. Hogy ezen változtatni lehet-e, azt nem tudom. Szerintem a városvezetés ahhoz, hogy szép legyen Beled, nagyon sok mindent tesz. Az előbb említettem, hogy milyen fejlődés van. Ennek szerintem mindenki örül. Katolikusok és evangélikusok is, nem vallásosak is. Van-e utánpótlás, tehát bekapcsolódik-e az egyházközség segítésébe, vezetésébe a fiatalok közössége is? Tehát gondolni arra, hogy 5-10 év múlva is kell, hogy legyen egy ilyen tanácsoló testület itt a városban? Ez nehéz kérdés. Templomban sajnos talán a mi korosztályunk az, aki még aktívan jár, és a magába a hitéletbe is bekapcsolódik. A fiatalok közül nagyon kevesen, és még az idősek azok, akik templomba járnak, és bekapcsolódnak a katolikus egyház működésébe. Hát nem tudom. Hát van mit tenni ezen a területen? Ezen a területen nagyon sok mindent kell tenni, igen. Tehát a fiatalokat kell bekapcsolni. Ez a megoldás. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm.